és egy lila városrész országgyűlési képviselő után egy lila színű párt képviselője. Ú, de rossz volt, nem? Mindeközben. Hát ezért nem adnék pontot, igen. Jó, Kompos Mártont köszöntjük itt a stúdióban, aki a Momentumot képviseli. Jó reggelt! Jó reggelt, és még mindig tiéd az első kérdés. Miközben tegnap Eva Fradi győzött, ugye zöld fényében. Nem elviccelve a reggel. Huszárosan a 98. percben. Mikor máskor? Utolsó perces győzelem nyilván az a Momentumnak is jól jönne, de odaig el kéne jutni, hogy felálljanak a rajtvonalhoz. Varjú László nem tudta megerősíteni azt a bombasztikus hírt, hogy megegyezett egymással a Momentum és a DK, és egy közös listán fognak elindulni. Itt a lehetőség, hogy Tompos Márton tud ezzel valamit mondani, vagy ezzel kapcsolatban. Nem tudom megerősíteni, és nem tudok ilyen megállapodásról, ugye? Ugye azt kell látni, hogy a parlament úgy működik jelen pillanatban, hogy bármilyen törvényjavaslat van, ugye most éppen a választási törvény módosításáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy mi hangzik el a vitán, teljesen mindegy, hogy mi az, amit beadnak, az utolsó pillanatban bizottsági módosítókon keresztül, már a viták után ezt tudják teljesen átalakítani. Úgyhogy most azt mondani, hogy erre az a megoldás, vagy arra az a megoldás, az képtelenség, hiszen nem tudjuk, mi lesz benne. De a parlamenti vitától függetlenül, vagy a parlamenti törvénykezéstől függetlenül a Momentum meg a DK tudnak közös listán indulni, akár a fővárosban, akár ugye vidéken? Hát meg kell nézni, hogy mi a legjobb megoldás, de azt most itt el tudom mondani, hogy igen, hogyha ez lesz a legjobb az ellenzéki győzelemnek, akkor ez is benne van a pakliban. Ugye Baja polgármestere Nyirati Klára elég erősen fogalmazott a Donát Anna kijelentéseire reagálva. Azt mondta, hogy borzasztó rosszul éli meg, ahogy Donát Anna beleszerpálos lábbal, most majd szabad fordításban mondom, a DK-ba. Fekete Győr Andrást is idézte, szerinte Donát Anna, idézem, hülyességeket csinál. Soproni Tamással is beszélt, aki azt mondta, hogy ő nem tér magához, hogy mi történik, és hogy nehezményezi, hogy hát volt egy olyan mondata is, hogy ő érti azt, hogy odafönt megy a kiszorítósdi, hogy kinek mennyi jó, de ide lent a kisvárosokban emberek vannak, és a DK-val együtt kell működni. Reagálna Nyirati Klára véleményére? Hogyne. Én összesen szóval abszolút megértem Klárát, tehát hogy beszéltünk is, pontosabban a pártvezetése beszélt Klárával azóta, és azért azt meg kell érteni. Megérti, vagy nem mondjon ilyeneket a nyilvánosságban? Is. Tehát hogy teljesen megértem azt, hogy egy olyan helyzetben, amiben például baja van, egy egészen jó, szerintem egészen jó kormányzás után, amikor folyamatosan napi szinten ütik meg, gyalázzák meg, a Fidesz próbálja ellehetetleníteni, akkor ő aggódik az újraválasztása miatt, és neki ez nem szimpatikus ott helyben. Tehát neki ez nem jó. Tényleg nem tudok ezzel szembe menni. De ilyet nem mondunk, és azt én megígértem neki, ezt megígértük neki, hogy a Momentum nem lesz gátja az ő megállapodásának helyben. Hogyha azt mondja, hogy hoz egy jó ajánlatot az asztalra, akkor azt meg fogja nézni a változatot. Ami zajlik nyilván nem csak Nyirati Klára, hanem nagyon sok Momentumos problémája is. Igen, és ezt nekünk meg kell tanulnunk, hogy mostanában fejlődnünk kell, hogyha van egy vezetői döntés, legyen az frakcióvezetői, kampányfőnöki, elnökségi, tök mindegy, akkor azt jobban meg kell beszélnünk a tagsággal, hogy mindenki megértse, hogy ebbe ez hogyan fog leágazni hozzá. És ez milyen döntés volt? Mert ugye a hírek arról szólnak, hogy nagyon sokan nem értenek egyet azzal az irányvonallal, aminek mentén Donát Anna ilyeneket mond. Bocsánat, nem, itt nem a hírek szólnak arról, itt egy ember mondta azt, hogy mások ezt gondolják. Én úgy gondolom, hogy itt van fejlődési potenciál, hogy ez mondaná egy politikus. Ki döntött erről az irányról? Hát Donát Annának a fő csapás iránya, én azt hiszem mélységes egyetértek ezzel. Ki döntött? Ez mitől legitim a párton belül? Mit jelent az ő csapás iránya? Hát a Donát Anna jelölte, akinek nyitunk az utat, ő most éppen aki a... Egy LP képviselő. Én az LP képviselő, és a Momentumnak a listavezetője, azért nagyon fontos, de nekünk van egy elnökségünk, van válaszmányunk, van, és nagyon sokan egyetértenek azzal, az elnökség hogy 2026-ról beszélünk. Nem tudom, én a frakciónak a vezető helyettese vagyok, meg a szóvője, tehát most teszi pontosan, ahogy történt, de hadd fejezem be ezt az egy gondolatot. Amikor van egy ilyen döntésünk, akkor ezek a döntéshozó szervek összejönnek, megállapodnak és elindulnak. Nekünk ezt meg kell tanulni, hogy ilyenkor meg kell beszélnünk a polgármesterekkel, meg kell beszélnünk a tagságunkkal sokkal jobban, hogy ilyenek ne legyenek, de ezt még egyszer aláírom, és mindenki nagyon kérem, hogy ebből induljunk ki. Nem lesz a gátja a Momentum annak, hogy egy erős jelölt induljon el a fideszesekkel szemben. Pont. Akár Zuglóban is? Zuglóban mi előválasztást szeretnénk, és ez ugyanehhez vezetne el, igen. Okay. Viszont nem csak ugye tagsága van a Momentumnak, hanem elvileg van az Idea szerint 5%-nyi szavazója is. Ők mit szólnak ehhez, hogy a párt, vagy a legerősebb ellenzéki pártot úgy mutatja be a legerősebb ember a Momentumnak, hogy az a hazugság kultúrájából jön, és nem lehet velük leváltani a kormányzatot. Tehát nyilván nekik is helyben kell szavazni, vagy el kell dönteni, hogy olyan formációra adják le a voksukat, aki képviseli őket mondjuk az önkormányzatokban, akik
így élnek egymással szemben. Amit mi láttunk 2022-ben, és válaszolni fog erre a kérdésre, tehát amit mi láttunk 22-ben, és amit látunk most is, az ilyen, vannak az ilyen népszerűségi meg elutasítottsági adatok a politikusoknál, az az, hogy Gyurcsány Ferencet nem hajlandóak megszavazni a bizonytalanok közül rengetegen. Magyarul 2026-ban, amiről egyébként Donát Anna beszélt, és most összekeverünk egy EP önkormányzati választását, vagy 2026-os országgyűlési választást. Nem, szól, azt mondták, más. Hogy büdös rájuk szavazni, tehát akkor se lehet rájuk szavazni, amikor önkormányzatok. Nem, azt mondtuk, hogy Gyurcsány Ferencen nem lehet leváltani ezt a rendszert. Ez volt a mondás. És ez 2026-ra vonatkozik. Igen, mert a DK-ban vannak olyan elemek, akik ezt nem engedik meg. Ez volt a lényeg, hát a DK-ról szólt, nem csak Gyurcsány Ferenc, és egy 5%-os pártról beszéltünk ebben az esetben, tehát a népszerűsége Momentumnak sincsen meg. Nem, és nem is mondjuk, hogy egyedül fogjuk megcsinálni, de mondjuk úgy, hogy a lengyel mintát akarjuk követni. Tehát, hogy meg kell tartanunk az arculatunkat, és nem lehet összeolvadni egy olyan közeggel, ami tőlünk annyira távol áll, hogy fogalmazott Donát Anna is, hogy a hazugság kultúráját képviseli. Mi ezzel nem tudunk úgy azonosulni, hogy ez egy 2026-os közös listát oldja meg, és ez mutatta 2022-ben, hogy nem működik. Hadd kérdezzem másképpen talán, hogy a polgármestereknek, hogyha az önkormányzati választásokról van szó, mondjuk Soproni Tamásnak, van-e az ellen kifogása, hogy mondjuk a Momentum úgy gyűjtsön szavazókat, hogy a bizonytalanoknak azt a rétegét szólítja meg, aki Gyurcsány Ferencre semmiféleképpen nem szavazna. Na, hát, hogy úgy gondolja, hogy a 6. kerületben ez a célra vezető taktika, hajrá. Igen, de ez most nyára vonatkozik, június 9-ére, de igen. Ugye az a mondás, vagyis hát mondjuk tudom, hogy elítélte az előbb Nyirati Klára ezen megszólalását, de ő mégis azt feltételezi, hogy Soproni Tamásnak alapvető baja van Donát Anna megszólalásával. Tehát az én kérdésem, hogy az az irány, hogy a bizonytalanok közül azokat, akik semmiféleképpen nem szavaznának sem a Fideszre, de Gyurcsány Ferencre sem, hogy Soproni Tamásnak ezzel problémája van-e, hogy ráhiénázott Donát Anna erre a csoportra? Azt, hogy Donát Anna kijelentésével Soproni Tamásnak problémája van-e, ezt én most így helyben nem tudom megmondani, de mondom, mi megbeszéltük. Egyrészt az, hogy fejlődnünk kell ebben a belső kommunikációban, másrészt pedig megnyugtattuk a polgármestereinket, hogy értjük a problémájukat. Értjük azt, hogy önállóan a DK szavazók nélkül egy csomó esetben nem fognak tudni érni, például Baján, vagy lehet, hogy a Terézvárosban is így van, és nem fogjuk őket akadályozni abban, hogy beszéljenek a DK szavazókhoz, hogy megpróbálják őket is behúzni. A DK-hoz való viszonyon túl Nyirati Klárának volt egy olyan problémája, és csak az elsikkadt, hogy a liberális az egy szitok szó vidéken, és a Momentum ugye mostanában liberális pártként definiálja magát. Ez az irányváltás, meg ez a retorikai váltás, ez ugyanúgy nem volt ezek szerint megbeszélve a tagsággal, meg a Momentum polgármestereivel, kiemelt arcaival? De nem eléggé. Hát, hogy a liberális ez egy olyan dolog, amit, ez kicsit olyan, mint a migráció például. Vannak olyan témák a magyar politikában, amit az egyes pártok egyszerűen nem mernek megfogni, hozzányúlni, a saját értékrendjük szerint kommunikálni róla. Egész egyszerűen azért, mert a Fidesz annyira szétbombázta már, ugye a Fidesz gyakorlatilag egyetlen egy kampányra elkölte annyi pénzt, ami nem tudom, a Momentum teljes tagságának teljes vagyona, tehát ezt egy kedd délután elköltik, így nagyon nehéz bármilyen értelmezhetőt mondani, aminek nem az a végeredménye, hogy a végtelenben legyalázzák az embert. Így nehéz hozzányúlni. És ezért van az, hogy a liberalizmust egy csomóan nem vállalják fel. Mi most döntöttünk úgy. Akkor ilyen helyzetben miért kell beleállni ebbe a vitába, amit ön itt lazán kimond jelzőként, azért otthon ezek a polgármesterek meg küzdenek, hogy elmagyarázzák a választóiknak. Ez egy fejlődési ív, tehát mi most vállaljuk fel azt, ami egyébként már évek óta van. Tehát igen, ez egy liberális párt, egy klasszikus liberális párt. Olyan, mintha fél éve lennének a politikában. Annyiszor mondta azt, hogy még bajok vannak, még kommunikációs hibák vannak, azért nem most kezdtünk. Igen, csak én azt szeretném kérni, hogy ne várják azt, senki ne várja el, se ebben a stúdióban, se a képernyők előtt, hogy tökéletesek leszünk, és mind nem fogunk hibázni, de fogunk. És lehet, hogy ez úgy fog lenni, hogy persze, mintha fél éve lennének a politikában. Igen, de értem, hogy 13 év alatt ahhoz szoktunk hozzá, hogy a Fideszben minden ilyen, és kész, nincs vita. Egyébként ez nem igaz, de hogy ez a kifelé mutatott. De az emberek meg általában egy normális közösség nem ilyen. Persze, viták vannak nálunk, valamikor nem értenek egyet, valamikor egyet értenek. Ez ilyen. Most erre akarunk szavazni, vagy arra, amikor egy ember kérül, hogy ezt fogják csinálni, aztán mindenki gondolkodás nélkül ezt követi. Köszönjük szépen. A Momentum a plebejus liberálisok pártja, ezt is megtudtuk ebből a beszélgetésből, mert hogy teljes vagyont elkölti a Fidesz, tehát nagyon szegény a párt. Egy-két délután alatt. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.